sok-sok mese kering az indiai nép ajkán, melyek halhatatlanná tették az ostobaságukról nevezetes kottajam falucska lakóit, kottajam falucska kis tavának meredek partján nőtt egy hatalmas mangófa a fa csak úgy roskadozott az érett, szép gyümölcsök terhétől, manapság a mangót sóval teszik el, és finom karimártást, rist tálalnak mellé, ami Indiában pompás eledelnek számít. A falusiak szintén sóban akarták konzerválni a mangófa termését, de olyan sok gyümölcs termett, hogy nem volt hozzá megfelelő nagyságú lábasuk. Az eszükbe se jutott, hogy több lábasba osszák el és főzzék meg a gyümölcsöt. Az egyik ostoba kottajaminak bölcs dolog jutott eszébe, rázzuk le a fáról a sok mangót, tegyük bele a tavacska vizébe. A vízbe szórjunk sót, így nem kell óriási lábast drága pénzért vásárolnunk majd a vízben magába szívja a mangó a megfelelő mennyiségű sót, a fukar falusiak boldogan újjongtak a bölcs tanács hallatára. Felmásztak a fára, megrázták az ágait, és sok-sok gyümölcs a tóvízébe hullott. Ezután több zsák sót zúdítottak a gyümölcs után, és várták, hogy az ízletes csemegévé érjen, néhány hét múltán azt gondolták, hogy elérkezett az idő, megérett a gyümölcs a vízben, hiszen eleget áztatták a sóban, összegyűltek a tópartján. Az egyik ostoba fickó nehéz lábast kötött a nyakára, és a vízbe ugrott, hogy a lehető legtöbb mangót gyűjtesz össze odalent. A lábas megtelt vízzel, a mélybe húzta őt, és az ostoba megfulladt, a többiek türelmetlenül várakoztak, toporogtak a parton, és egyre mérgesebben mondogatták, hogy az első fickó több mangót gyűjt össze, mint amennyi megilletné, azért marad olyan sokáig a víz alatt. Különben már régen fel kellett volna bukkannia a tó felszínére. Iritségükben sokan lábast kötöttek a nyakukba, és utána ugrottak hát, ilyen mohók és ostobák a